elszórt üvegek és dobozok, egymáson tornyosuló hulladékot tartalmazó zsákok. Ezek a képek fogadják azokat, akik a Semmelweis utca végén a sátorkert és hajnalkert közötti területhez tévednek. Televíziónk sajnos már korábban is beszámolt az illegális szemétlerakókról városunk területén, és az utóbbi időszakban több új terület is az illegális szemetelők célpontja lett. Városunk önkormányzata a Polgár és Mezőrséggel, valamint a Delecskei Barátság Vadásztársasággal és rendőrséggel összefogva már tavasszal megkezdte a munkálatokat az illegális hulladéklerakók felszámolására, melyekről Bordán Szabolcs, városunk polgármestere beszélt televíziónknak. Sajnos, mint minden más településen, Delecskén is burjánzik az illegális szemétlerakás, hulladéklerakás. Nagyon örülök a kezdeményezésnek, amit a vadőrünk indított. Az elkövetkező időszakban nagyon-nagyon szemmel fogjuk követni azt, hogy milyen helyszíneken és hogyan kerülnek lerakás ezek a hulladékok. Jövőben bízunk benne, hogy tudunk kamerákat beszerezni, és ezáltal meg tudjuk figyelni azokat a területrészeket, ahová az illegális hulladékokat lerakják. Reméljük, hogy az elkövetkező időszakban mindenki felelősségteljesebben fog gondolkodni ez ügyben. A kamerás megfigyelés már jelenleg is aktív részét képezi a prevenciónak és a tettesek kézrekerítésének. Az elkövetők az illegális hulladékot a település közvetlen környezetében szórják el, és igyekeznek minél rejtettebb területen elhelyezni azokat. Ennek okán már több vadfigyelő kamera is kihelyezésre került az érintett utcákban. Tudtuk meg Pap Mihálytól, a Delecskei Barátság Vadász Társaság tagjától. Alapvetően a település közvetlen környezetében, tehát viszonylag közel a településhez próbálják a elkövetők kihelyezni ezt az illegális szemetet, de vannak olyan helyszínek, ami nagyon eldugott területrészek, amire nem gondolnak, hogy feleljük, de gyakorlatilag a kollégákkal gondosan figyelünk erre is. Jelenleg is vannak kihelyezve vadmegfigyelő kamerák, és ezek ugye bizonyító erővel rendelkeznek, illetve a elkövetkezendő időben tervezünk járőrszolgálatot, illetve éjszakai megfigyeléseket is akár, úgyhogy nyitott szemmel járunk, és gyakorlatilag az információ áramlással, azzal, hogy kiközvetítjük ennek az ismeretét, hogy megelőzzük és tisztán tartsuk a környezetünket, ez számomra, én úgy gondolom, hogy ezzel lehet elindulni, ez egy elsődleges lépés, hogy áramoltassuk egymás felé az információt, minden bejelentést köszönettel fogadunk. Sajnos az elkövetők tetten érése és felkutatása komoly feladatokkal jár. Sikeres tetten érés esetén a rendőrség irányába tett feljelentést követően nagy mértékű, akár több százezer forintos bírság is kiszabható, ezen túl pedig közmunkával is szankcionálhatóak az elkövetők. Ez most itt egy pár hete van itt jó felkapva. Mert ugye amik voltak, meg fel is lettek számolva, meg ott, amit találtunk, és be lettek hívva a rendőrségre, akiknek találtunk benne ilyen azonosítót, és akkor azok már elgondolkoztak, és most ezt a területet kapták itt fel. Tettenérés a mi részünkről csak figyelmeztetés lehet, mint nekünk sajnos nincs ilyen jogkörünk, hogy bármit is tehetnénk. Legfeljebb visszatarthatjuk a rendőrség megérkezéséig, és mindenféleképpen a hatóságot kell értesítenünk. Szabálysértésként azért 50-től 150-200 ezer forintig azt hiszem büntetőek. És akkor meg még a felszámolás is rájuk tudják hárítani a szemét elszállításának. Az elhangzottak alapján, ha valakire rábizonyítható, hogy illegális hulladékot helyez el a város közterületein, azoknak a személyeknek mostantól súlyos büntetésekkel és bírságokkal is számolniuk kell.